Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket évközi 18. vasárnapon. Külön szeretettel köszöntöm a Gyergyó-Szentmiklósi Kolping Családegyesületet, valamint a Kiskunhalasi Kolping Egyesületet. A ma esti szentmisét a Kolping Család Egyesületekért ajánlom fel. Továbbá szeretném hirdetni, hogy a szentmise alatt gyóntatási lehetőség van. Nekem jobbkézd első gyóntató székbe Dániel atya gyóntat. Kedves testvérek, a mindennapi életben számos olyan esemény, lehetőség van az ember életébe, amit úgy gondol, hogy ki kell használni. És valahogy, ha az ember kihasználja az életet, akkor úgy gondolja, hogy ezzel gazdagodik. És ahhoz, hogy az ember ki tudja használni a lehetőségeket, ehhez hát az anyagiaknak a megteremtése a fő cél. A mai evangéliumban a anyagiasságról, a pénzről hallunk, de Jézusnak az okos bölcs mondata, hogy óvakodjatok a kapzsiságtól, és mindattól, hogy földi értelembe gazdagodjatok, ezt el kell felejteni. Jézus pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek mind múlandó dolgok és nem értékek. Viszont ami örök érték, amely megmarad minden ember számára, az az Istennek a szeretete. És ahogy Szent Pál apostol is mondja a Szent Leckébe, ne a földiekre irányuljon a tekintetetek, hanem nézzetek az égre. Ezekkel a gondolatokkal tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged, teremtő és gondviselő Istenünknek, oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Prédikátor könyvéből. Minden hiába valóság, mondja a Prédikátor, csupa hiába valóság. Minden csak hiába valóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiába valóság, és nagy baj. Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amellyel emésztette magát életében? Valóban, minden napja csupa szenvedés, és minden tevékenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiába valóság. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Kolosszaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Folytsatok el tehát tagjaitokban mindent, ami földies. A paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szitja, szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki: ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket? Majd a tömeghez fordult: vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában: mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: ember, van elég vagyonod, eltarts sok évig. Pihenj, egyél, igyál és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá: esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet, kié lesz mindaz, amit szereztél. Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! A mai világban szinte minden nap szó esik az anyagiasságról, a pénzről. Erről beszél a tévé, erről írnak az újságok, erről tárgyalnak a politikusok, és ikasztók után szalad a rendőrség. Hogyan jut ide a világ, hogyan jut ide a mai ember? Régen sem esett a pénz az égből, és sokkal kevesebb volt, mint manapság. És régen az emberek annyit költöttek, amennyit megengedtek maguknak. Nem akartak mindent megvenni, és a házastársak nem váltak el a pénz miatt. Nem estek kétségbe, nem volt viszály, ha elfogyott. A gyerekek sem estek szüleiknek, ha nem kaptak zseppénzt. A becsület és a tisztesség volt az érték. A mai olvasmányban, ha figyeltünk, a Szentíró ugye azt mondja, hogy aki a pénzben, a harácsolásban gondolkodik, és így éli az életét, akkor duplán fog veszíteni. Első körbe elveszíti mindazt, amit gyűjtött. Hiszen ha meghal, más ember kezébe kerül a vagyon, aki eltékozolja. Aki sokat dolgozott vele, az már nem számít, tehát természetesen, hogy akinek a kezébe kerül, hát az nem őrzi meg, hanem hamar elkölti. Aztán másodszor akkor veszítenek, amikor üres kézzel mennek a túlvilágra, mert nem gazdagodtak Isten szeretetébe. Az evangéliumban pedig a két testvérnek a történetét hallottuk. Jézus tanít, körülötte van a nagy néptömeg, és hát aztán valaki megszólal a tömegből, hogy hát, mester, tegyél rendet, mondj ítéletet, hogy osszuk el a vagyont, te legyél a ítélő bíró, mondj igazságot, hogy mi legyen. És aztán Jézus természetesen ugye elhárít magától minden bírói szerepet, és azt se mondja, hogy menjenek a törvényszékre. Ismerjük és tudjuk, hogy mindenki, aki tudja, a boldogságot nem lehet pénzen megvenni. A történetben ugye a Szentírás magyarázók ezt a kis példabeszédet, amelyet Jézus mond a néptömegnek, az esztelen gazdag történetének mondják. És a történet szerint ez a gazdag ember,
aki megvan önmagával elégedve, bőséges termése van, biztosan nagyon jó sikerült az aratás, sok pénzt gyűjt, tetemes a vagyona, és aztán nyugodtan mondhatja, hogy hát van elég vagyonom, sok évig kitart, nem lesz gondom, bajom semmire, mindent meg tudok venni, lesz ugye étel, ital, és ugye azt gondolja magába, hogy hát nyugodt a légkör, nyugodt a lehetőség, ugye egyél, igyál, és aztán élvezd az életet. És aztán ugye ott van a példa beszédben, hogy amikor az Isten aztán majd megkérdezi, hogy hát ki lesz mindaz, amit gyűjtöttél, akkor hát nem tud mit mondani. Mert ha egy picit jobban odafigyelünk az evangéliumra, hát nem tudott mit mondani az ember, és természetesen, amikor ugye valamire nem tudjuk a választ, a feleletet, akkor az ember mit csinál? Csöndben marad. Hát ez az ember is csöndben maradt. És szerintem mi is mindannyian csöndben maradnánk, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy hát ott van a vagyonod, jó fizetésed van, mindent összegyűjtögettél, és hát kinek fogod adni, kire fogsz szállni, kire fogod hagyni az örökségedet. Hát biztos, hogy a legelső pillanatban mi is csöndben maradnánk, mert hirtelen nem tudnánk megfelelni a kérdésre. Kedves testvérek, Jézus számára az élet gazdagsága többet jelent, mint a vagyonos ember. Mert az emberek számára a vagyona fontos, Jézus számára pedig a helyesen formált ember, a megfelelő lelki állapot, amely a boldogságnak a forrása. És természetesen Jézus figyelmezteti a környezetét, hogy helytelenül cselekszik az, aki a vagyongyűjtésbe bízik. És természetesen ugye a hirtelen meggazdagodás sokszor ugye azt mondjuk, hogy nem helyes, embertelen, tisztességtelen magatartás. És amikor tisztességtelen magatartással találkozunk, akkor természetesen ugye az már nagyon sok bajt okoz, rámegy a család, rámegy az emberi kapcsolatok, és természetesen ugye rá is mehet a vallás. És hát ugye hogyan jutunk ide? Egy paptestvérrel beszéltem nem olyan régen, aki elmondta az élményét egy idős nénivel, becsöngetett hozzá egy hétköznapi délelőttön a plébániára, és azt mondta, azt kérte tőle, hogy tisztelendő úr, legyen szíves valami misét mondani a fiamért. Természetesen a pap visszakérdez, hogy hát mi történt. És hát azt mondja az asszony, hogy fiam jó menő vállalkozó, régen ugye elejéről kezdte a nulláról, munkás ember volt, aztán ahogy jött a rendszerváltás, jó céghez került, a cégnek ugye az élete, a munkája ugye fölfele ívelt, aztán kinevezték őt termelési ágazatirányító igazgatónak, hatalmas havi fizetése volt, jól éltek, talált egy szép leányt, feleségül vette, 3 gyermekkel ajándékozta meg. Aztán, ahogy éltek szépen, mégis valami hiba történt, mert most 50 éves, és hát eldöntötte, hogy el akar válni, mert megismerkedett egy 25 éves hölgyel. Kedves testvérek, természetesen a sok családi botrány, a családoknak a szétesésének az egyik alapoka maga a pénz. Tehát pénz miatt is tönkre mehet egy családi élet. De nekünk nem szabad ugye csak az anyagiakba gondolkodni. Nem szabad úgy berendezni az életünket, hogy majd itt a földön mindent megkapunk, nem kell érte tenni semmit, nem kell dolgozni, és aztán minden az ölünkbe fog potyogni. Ez téves gondolkodás. Sok mindent meg kell tenni ebbe a világba, ebbe az életbe. Látjuk a modern emberek felfogását,
Látjuk azt az életszemléletet, amit ugye sokan képviselnek, és hát ugye azt is látjuk, hogy a római pápát, aki a világegyháznak a feje, mennyien kikezdik. Ugye sokat beszél minden társadalmi szintű emberhez, lényegtelen, hogy most kiket szólít meg, de mindenkit egy cél felé próbál irányítani, az irgalmas Isten szeretetéhez. Nem olyan régen hallottam, hogy, és kaptam egy ilyen kis cikket, hogy egy amerikai katolikus közösség, aki már régóta megvan, egy olyan 10 oldalas levelet fogalmazott, amelybe csak negatívumokkal illetik a pápát. És hát felszólítják az amerikai katolikusok a pápát, hogy mondjon fel, mondjon le, mert csak tönkreteszi a világot, és tönkreteszi a társadalmat. Hát kedves testvérek, valójában tényleg tönkreteszi a világot, tönkreteszi az egyházat, éppen nyit az egyház felé, és próbálja az egyházat és az irgalmas Isten szeretetét közelebb vinni az emberiség számára. Jézus is ezért mondja a mai evangéliumban, hogy óvakodni kell a kapzsiságtól, óvakodni kell attól, hogy ugye a gazdagságnak nem szabad a tömeg vonzásába kerülni, mert a gazdagságnak is a tömeg vonzása szinte mágnesként vonzza az embert, és hogyha eléri, akkor nagyon nagy baj van. Hát kedves testvérek, a mai estén kérjük az irgalmas Istennek a szeretetét, hogy mi is próbáljunk meg úgy élni a világba, hogy az embereket szolgáljuk, ne a hatalmat, ne a közhatalmat gyakoroljuk, hanem szolgáljunk. Mert Jézus is azért jött, hogy szolgáljon bennünket, szolgálja az emberiséget szeretettel. Hát befejezésképpen Szent Pál apostolnak az egy mondatát ajánlom a mai estén elgondolkodásra, hogy ne a földiekre irányuljon tekintetünk, hanem mindig az égbe, és csak az Istenbe gazdagodjunk. Ehhez kérjük a mai estén az Úristen áldását. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, mennyei atyánknál mindig irgalmasságra találunk, ezért merjünk hozzá emelni könyörgő szavunkat. Vezesd, Urunk, egyházadot, hogy a földi gondoktól minél függetlenebbül szolgálhassa a rábízottak örök boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj bölcsességet a világ népeinek, hogy ne az anyagi javak bőségében lássák az igazi boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts bennünket, hogy földi életünk folyamán sok jót tehessünk embertársainkkal. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszt fel ifjúságunkban a lélek éhségét és szomjúságát, hogy ne a vagyon gyűjtésében és élvezésében lássa az élet értelmét.
kérünk téged, hallgass meg minket. Légy irgalmas bíránk, amikor majd számot kell adnunk életünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, hálát adunk az együttlétért, azért, hogy velünk és közöttünk vagy egy gyönyörű halasi nyaralás alatt. Hálát adunk a barátságokért és az önfeláldozó magatartásért, amelyet a halasi kolpingosok irántunk kinyilvánítanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Istenünk, hálaimánkat küldjük hozzád. Te vagy minden élet atya, a te jóságodból élünk napról napra. Minden ember a te alkotásod, akaratodból és szeretetedből. Köszönjük, hogy hagyod, hogy találkozzunk egymással figyelemben és szeretetben. Kérjük áldásodat mindannyiunkra és azokra is, akik betegség vagy egyéb okok miatt nem lehetnek velünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy a kapcsolataink ápolása által is közelebb kerüljünk hozzád, és erősíts bennünk a hitet, hogy egyetértésben és békében haladjunk tovább az általad kijelölt úton. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, adj, Urunk, keresztény okosságot híveidnek, miközben megbecsüljük a szükséges földi javakat, hogy mindennél többre tartsuk mennyei örökségünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztván kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a héten ünnepelt Szent Annával és Szent Joakimmal, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk, minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benned. Könyörögjünk! Istenünk, mennyei eredellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek a következőket a hét ünnepei. Hétfőn Liguri Szent Alfonsz püspök és egyház tanító emléknapja, csütörtökön Viennai Szent János áldozópap emléknapja, pénteken pedig Havas Boldogasszony emléknapja lesz, Szűz Máriát, mint Isten szülőt ünnepeljük. Augusztus 7-től 14-ig kerül megrendezésre a Bugaci melletti Hittanyán a 25. ifjúsági lelki gyakorlatos tábor. A táborba Kiskuhalasról is szép számmal mennek gyermekek és fiatalok. A táborra adományokat szeretettel fogadunk a kedves testvérektől. Aki teheti, kérjük, hogy segítse a táborozókat, elsősorban lekvárt, zöldséget, gyümölcsöt vagy egyéb élelmiszereket. Aki adományával szívesen segíteni a tábort, kérjük, hogy augusztus első hetében dr. Finta József atyával egyeztessen ennek módjáról. Ebben az évben, október 16-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisébe. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését, névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestjébe vagy a plébánia irodájába. Olyan jubiláns házas párok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük! 2016. augusztus 4-én csütörtökön, 6:30 dicsőítő ima alkalom lesz, Újuljatok meg címmel. A program 6:30 kezdődik gitáros szentmisével itt a templomba, a szentmise után pedig dicsőítés és tanítás lesz, melyre szervezők és Csiszér László és barátai mindenkit szeretettel várnak. Továbbá szeretném hirdetni, hogy ezen a héten lesz első péntek és első szombat. Mind pénteken reggel, mind pedig első szombaton reggel tartunk szentmisét itt a templomba. Pénteken első szombat lévén Havas Boldogasszony ünnepe lesz, Máriát, mint Isten szülőt ünnepeljük és dicsérjük. Az esti szentmise előtt, mind pénteken, mind szombaton, első szombat lévén 5:30 rózsafüzért imádkozunk itt a templomba, melyre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Továbbá szeretném bátorítani és buzdítani a kedves testvéreket, hogy minden hónapban első pénteken szentségimádást, illetve Jézus szíve tiszteletet tartunk itt az esti szentmisébe, mely azt jelenti, hogy a szentmise végén kitett oltári szentséggel imádkozzuk a Jézus szíve litániát és a 4 Jézus szíve imádságot, és az első pénteki szentmisék alatt, mind első szombaton is, mind a reggeli, mind az esti szentmiséken szentgyónási lehetőség van, és erre is bátorítom a kedves testvéreket, hogy minden hónap első szombatján, első péntekén, aki csak teheti, járuljon a szentségekhez. Szentmise záró áldása után pedig a Kolping család egyesületeket kérem a Kolping imádságra és a Kolping dalra. Így fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzen meg mindannyiótokat a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!